Határtalan kreativitással, különleges performanszokkal és már angol nyelvű tárlatvezetésekkel is várták a látogatókat a Modernben a múzeumok éjszakáján. Az érdeklődés nem maradt el, rengetegen voltak kíváncsiak a programokra. Művészetről, múzeumba járásról és ezek pozitív hatásairól beszélgetünk Vizi Katalinnal, a Modern ügyvezető igazgatójával. Szervusz Kata, nagyon örülök, hogy ismét elfogadtad a meghívásunkat. Szervusz, köszönöm szépen, örülök, hogy itt lehetek. Legjobb tudomásom szerint a múzeumok éjszakájának évről évre az a célja, hogy azok is elmenjenek múzeumba, akik egyébként nem járnak múzeumba. Hogyan látod, elérte a célját a rendezvény? Én azt gondolom, hogy ez egy rendkívül okos, jól átgondolt, nagyon jó kezdeményezés. Ez már ugye nagyon régóta, sok-sok éve fut, a Modem is nagyon régóta, sok-sok éve a részese ennek, és én országos szinten gondolom és tapasztalom azt, hogy elérte a célját, egy nagyon jó brand nőtte ki magát ezzel, a múzeum éjszakája brand, amire már tényleg valóban az is figyel, ismerősként tekint, vagy ismertként tekint a plakátokra, már elmentődött a memóriába, hogy a múzeumok éjszakája az egy nagyon pezsgő éjszaka lesz az ország bármelyik városában, így Debrecenben is. A Modem életében ez minden évben egy nagyon fontos, kiemelkedő nap és éjszaka, hanem a legkiemelkedőbb nap és éjszaka. Úgyhogy a kollégákkal hónapok óta nagyon lelkesen és lázasan készültünk erre az alkalomra. Kérdésedre válaszolva azt gondolom, hogy igen, abszolút elérte a célját és szándékát a kezdeményezés, és én nagyon, nagyon örülök neki, hogy egy ilyen országos fesztivál helyezi a középpontba és a fókuszba a múzeumokat, és azoknak a tevékenységét és munkatársakat és értékteremtését. Kaptok egyébként ilyenkor visszajelzéseket az emberektől, a családoktól, hogy tényleg innentől kezdve akár gyakran visszalátogatnak majd hozzátok, mert hát azért tényleg nagyon sok mindent letettetek most az asztalra. Én például nagyon-nagyon sajnálom, hogy nem láttam azt, hogy Charlie Chaplin botladozásait a magyar csárdással hogyan tudom elképzelni összhangban, vagy a kaszkadőr mutatványokat a fubola kísérettel, mert hát erre is volt nálatok példa. Igen, és aki kimaradt, az lemaradt. Igen, az magára vesen. Sajnos nem tudlak megvigasztalni, mert hogy arról van szó, hogy aki nem volt ott és nem látta, nem vett részt ezen a programon, annak ezt az élményt nem lehet visszaadni. Én is csináltam programokat az este során, tehát nem tudtam végig ott lenni, és az összes filmet, az összes fajta zenével és zenész kíséretével végignézni. Néha-néha tudtam felszaladni a harmadik emeletre, és egy pár perc erejéig részesévé válni ennek az élménynek, és azt mondjam, hogy elképesztő, magával ragadó volt valóban akár egy DJ interpretációjában megnézni egy Charlie Chaplin filmet, vagy egy magyar csárdás, vagy magyar népzenei kísérettel. Úgyhogy itt ezúton szeretném Szabó Daninak és a csapatnak megköszönni, az ő ötlete nyomán a csapat kitalálta és megvalósította ezt a különleges élményt a közönségünknek. És hogyha kifejezetten a művészeti irányukat nézzük, akkor mi mondható el? Mi foglalkoztatja ma a művészeket? Hiszen azért tényleg nagyon új, nagyon formabontó, elgondolkodtató, néha meghökkentő kiállításokat lehet nálatok látni. Van esetleg közös keresztmetszet? Nem mondanék ilyet. Én azt szoktam mondani, hogy attól szép a kortárs művészet, és ez nem csak a képzőművészet, itt bármelyik műfajról beszélhetünk, hogy az aktuális, a minket körülvevő problémákat, kérdéseket járják körül, feszegetik és dolgozzák fel, tehát itt nem lehet kiemelni egy eseményt, fontosabb témát, itt mindenről és mindenkiről is szó van, aki ma 2023-ban itt él és mozog ezen a globuszon. Láttam, hogy elindítottatok egy pályázatot fiatal kurátorok számára, kiállítást rendezhetnek be nálatok, és a szakmai támogatást is megkapják, és az merült fel bennem az a kérdés, hogy ma mennyien vannak kurátorok Magyarországon? Itt Debrecenben úgy tudom, hogy nincs Debrecenben kurátori képzés, a fővárosban van. Nyilván ez nem olyan szakma, mint mondjuk orvosok rengetegen vannak, fodrászok rengetegen vannak. Mennyire vonzó ez a pálya ma egy fiatalnak? Erre a kérdésre ott kezdeném a válaszadást, hogy
Ez a Modem díj idén kurátoroknak, jövőre és tavaly is képzőművészeknek, tehát két évente kurátoroknak, két évente képzőművészeknek írjuk ki, kifejezetten pályakezdőkre fókuszálunk, és ebben az évben ez a kurátori pályázat a Református Kollégium múzeumának segítségével és velük való együttműködésben sikerült kiírnunk. Az ő gyűjteményükben bóklázhatnak a kurátorok, és az ott lévő csodálatos kötetekből inspirálódva fogják megkreálni azokat a koncepciókat, amikkel majd pályáznak, illetve kérik fel a művészeket, akik ezekhez majd az ő kortárs reflexióikkal fognak reagálni, és ebből lesz majd ott a kollégiumban egy kiállítás. Úgyhogy ez egy nagyon szép együttműködés, én nagyon örülök neki, hogy a kurátori csapatommal a városban ilyenfajta együttműködéseket köthetünk, hiszen ezek nagyon értékteremtő és gyümölcsöző dolgok, ahol találkozik a kortárs kultúra egy hagyományosabb vonallal, és születik valami egészen új és egészen különleges. Igen, nincs kurátorképzés Debrecenben, igazából nem túl sok helyen van, és erre is a Modem igyekszik reagálni és egy kis segítséget nyújtani. Azon túl, hogy a Debreceni Egyetemen Modem kurzus címmel már szeptember óta képzést tartunk, ami a kortárs művészetre vonatkozik, de ezen felül a kurátorai a Modemnek Budapesten a Modem Spotban, ami egy létrehozott kis projekt space, a Moholy Nagyművészeti Egyetem és a Képzőművészeti Egyetem hallgatóinak meghirdetve kurátori workshopot tartanak, pontosan azért, mert hogy ez a szakma, nem azt akarom mondani, hogy megfoghatatlan, de nem olyan exakt, mint hogy én most akkor fordító vagyok, vagy igen, szerkesztő vagyok, vagy ilyesmi. Igen, az iskolában nem szoktuk ilyesmi. Azért azt hallani, hogy légy kurátor, ezt azért ritkán halljuk. Igen, illetve ezt gyakorolni is ugye elég nehéz, és a kurátorok, a Modem kurátorai a saját praxisuk próbálják meg szemléltetni, és annak szellemiségében, illetve azt kibővítve is tulajdonképpen gyakorlatok révén egy picit kézzelfoghatóbbá tenni ezt a szakmát. Illetve hát ugye a gyerekekbe is igyekeztek beinjektálni a művészetnek a szeretetét, nagyon sok művészetpedagógiai foglalkozás érhető el nálatok. Hogyan lehet egy gyerekhez ilyen szempontból közelíteni, hogyha ezt a célt szeretnénk elérni? Erre különféle technikák vannak. Én nem vagyok művészetpedagógus, de amit látok, akár a Modemben, de akár más intézményben, múzeumban is, hiszen azért ez Magyarországon ma már hála Istennek egy nagyon egyrészt közkedvelt, másrészt az intézmények által is felvállalt feladat. Igazság szerint nem egy passzív élményről van ilyenkor szó, pláne a gyerekeket nem lehet ilyen nagyon szövegalapú élménnyel magunknak megnyerni. Sokkal inkább ez egy aktív, bevonással járó élmény és tapasztalat. A gyerekek a kiállítótérben játszanak különösen mesealapú foglalkozásaink vannak. A művészetpedagógusunk Csőke Kitti, aki a Modem stábját gazdagítja, ő főleg ebben a gondolatiságban hisz, és ezen keresztül próbálja a gyerekeknek a fantáziáját megfogni, az érdeklődését felkelteni, és kicsit ilyen mindennapivá és hétköznapivá tenni azt, hogy a műtárgyak között igenis nagyon jól tudjuk magunkat érezni, ez nem egy légüres, fekete lyuk, ahol csak csöndben lehet lenni, és semmi más nem lehet csinálni. Itt ugyanúgy lehet játszani a mesék révén, a műtárgyakba, bármit és mindent is belelátni, úgyhogy ebben én is nagyon hiszek, hogy az a mese alapú létezés, amit a gyerekek mondjuk esténként otthon megtapasztalnak a szülőkkel egy családi közegben, környezetben, ez a fajta otthonosság és otthonérzet a kiállítótérben is meg tud születni. Van itt egy fontos változás, amely nem egészen egy hónapja lépett életbe a Modem életében, ugye muzeális intézményi besorolást kapott. Tehát most már a Modem muzeális intézmény és gyűjteménye pedig közgyűjtemény. Ez pontosan milyen előnyökkel jár?
Igen, köszönöm, hogy kiemelted, mert ennek az a legfontosabb része, hogy a gyűjteményünk közgyűjteményé vált, és akkor egy picit itt visszatérnék a múzeumok éjszakájára, aki kimarad, az lemarad gondolatiságához, mert hogy a múzeumok éjszakáján nyitottuk meg a gyűjteményünket és a raktárunkat, pontosan ebből kiindulva, hogy ha már a közé lett a gyűjteményünk, akkor mutassuk meg, és privátink is 15 fős csoportokkal lehetett bejárni a raktárba, és mutogattunk műtárgyakat, illetve meséltem pontosan erről a folyamatról, hogy mit is jelent muzeális intézménnyé válni, és egy kvázi egy KFT gyűjteményéből közgyűjteményé avanzsálódni. Ez egyrészt sok szakmai lépés és döntés előzte meg ezt a státuszváltást. Ami miatt én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, egyrészt ez a közgyűjtemény, tehát hogy azért egészen máshogy kell magunkra tekinteni mostantól, és arra a kincsre, amit őrzünk. A gyűjteménynek az a lényege, a gyűjtésnek az a lényege, hogy egyfajta kordokumentáció az, ami a mi raktárunkban ugye most már 340 műtárgy formájában kiállításokra és katalógusokban való megjelenésre vár. Ami most kortárs, az majd pár év múlva klasszikussá válik, tehát a gyűjtésnek van egy ilyen értékteremtő és értékmegőrző feladata és funkciója, és ezért tartjuk borzasztó fontosnak ezt a tevékenységünket is. Ha már a Felkomban benne volt az a kérdés, illetve állítás, hogy fogunk majd a művészeteknek a pozitív hatásairól is beszélni, akkor engedd meg, hogy ez legyen az záró kérdésem. Nyilván te benne élsz ebben, a mindennapjaidat is kitölti, de a hozzátok látogatóknak, illetve akikhez közel áll a művészet, azoknak szerinted mit ad? Mit adnak ezek a foglalkozások, ezek a műtárgyak, a tárlatvezetések? Azt gondolom, hogy egy kiállítást megnézni, és most tekintsünk el attól, hogy vezetéssel vagy a szövegek alapos átolvasásával történik mindez. Ha az ember ad magának időt és a műtárgyal való találkozásnak időt, és akkor itt nem órákról beszélek, mert ez a mai világban ez már egy teljesen nonsens elvárás, de mondjuk egy 10 percről, ha beszélhetünk egy műtárgy esetében, ha az ember megadja ezt az időt, én azt gondolom, hogy nagyon könnyen és természetes és organikus módon tud kiszakadni a mindennapjaiból, és belecsöppenni egy olyan világban, amivel tulajdonképpen a műtárgy révén de magával beszélget végre, és ez nagyon ritka pillanat. Szerintem egy kiállítás megtekintésében, a műtárgyakkal való találkozásban nagyfokú önreflexió történik, és születik meg, de mondjuk azt, hogy ez az én személyes véleményem, gondolatom és tapasztalatom erről. Egy kiállítás révén nem csak a kurátornak a narratívájával lehet találkozni egy témafelvetés, egy téma kapcsán, hanem természetesen ott egyesével a művészek is leteszik a témáról gondolt statementjüket, állításukat, szóval, hogy nagyon sokszínűen, sok szempontból, ahány művész, annyiféle szempont és szempontrendszer jelenik meg egy kiállító térben. Ez egy nagyon intenzív párbeszéd, tehát ha eltekintünk attól, hogy fizikailag a térben nagyjából csönd van, de hogyha az ember figyel és csak 10 percet eltölt egy-egy műtárgynál, egy hangzavarban találja magát tulajdonképpen, hiszen rengeteg gondolatot közölnek a műtárgyak és a kiállítások. Én nagyon sok ilyen lelki feltöltődést kívánok neked is, és természetesen a nézőknek is. Köszönöm szépen, Kata. Nagyon szépen köszönöm. Kedves nézőnk, ennyi fért a mai adásunkba. Köszönjük szépen a figyelmüket. Viszontlátásra.